Ott van, ott a sárga talán. Sárga, azt hiszem. Mindjárt nyalogatja a kezedet majd. Nyalogat, nézd már! Össze is odarakodott fel. Visszhangzik a hegy oldalon. Tehát végülis nekem itt megvan minden. Csak be kell gyújtani, a gázon meg tudok főzni, itt mosogatni tudok, mert megnagyít a vizet, ebbe nem fel a mosogató, öblögető, hogy... És nem annyiba kerül. Ez nem minden. Itt a mínusz 15 fok volt, én olyan jó el voltunk itt. Nagy hóba jött a zsóka föl, mindig el lett a hó. Na jó volt. Hát ez végre lesz csinálva a vetemény, ott meg a szomszédnak, amit látod, az már fel is ásta, nem tudom fizetni, amit odad van adva. Uh-huh. Ő meg már harmadik éve, negyedik éve tervelőtt magának. Mert lakik a lakótelepen, ott nincs föld, és akkor volt neki minden tavaly. Zöld borsó, sárga borsó, zöldség, nem kérek most én, pörkölt ez. Mindjárt a víz. Tésztát kifőzöm, és akkor frissen. Na, mindenek meg. Jaj, miért rúgasztak, hogyha csst, puksi, csönd legyen, gyere ide, gyere ide, gyere ide. Ja, mi van?
Közben a Tündi szedett valamit, jó növényt. Lila növényt szedett a Tündi. Ezt szedte. Mit szedtél, mondd el? Ibolya. Ott kint az oldalban, ahol nem jöttél föl. Ibolya volt. Sőt, itt körbe tök jó föl lehet menni. Szép ott fent. Ibolya virág. Ered jól a borokág. Minek is lehet az az ág, gyere tágas a virág. Zöld erdőn, ibolya virág. Mit hagytam ki? Három őzikét hagytam ki, mert azt mondják, hogy három őzikőt látta. Gyere, megmutatom, merre kell tönnöm. Nem megyek. Nem megyek, merre kell menni. Nem kell semmit sem másszál, nem lép. Merre kell menni? Kilométer? 15. 15-20. Hát itt végül abban szerintem csak 10. Fölmennék, elszaladnak. Szegény, sajnálom. Hol kap enni, hol nem kap. Lemegy. Lakóteremre. Gáz. Na valamit kell ennie neki, és itt már nincs. Hát ezeknek mit? Mit kell ennie? Hát valami kaját. Hogyha nincs más, akkor a kukából. Te már a közben jártad. Itt kirándulunk. Ugye? Te már a közben jártad. És ott volt így, hogy jártad. Jó, világosan tettem.
Már hóvirág az már nincs. Mikor ibolya az ki kell, akkor már hóvirág már. Szerintem még ott kell lenni. Vissza, hogy gyere vissza. Igen, ilyenek, ez is jött. Megérzel? Na, menj vissza, mert nem vettem fölvéle. Jaj, nyugodj fel. Nyugodj fel, Muxi. Menj el kicsit. Na, menj, és akkor várjál, ha azt tartod át a rögbe. Most lámpaláza van. Menj vissza. Menj vissza. Na. Na most. Cuki manó vagy, igen. De élvezett a franc apofádat. Belenézett a kamerába is. Most lesztek engem, én vagyok aztán. Mi aztán? Barátok leszünk. Jó. Na jó. Egy kis kilettel. Ez kijönnél mi? Igen. Ennyi a paprika meg a paradicsom. Szia, kapáló lány! Jaj! Igen, de vegy! Még mi van? Még... Tök magot kihozott? Tök. Ha? Tök. Felgered érted? Igen. Nem látom. Pedig igen. De igaz, úgy néz ki. Szia, bogár! Csak lárva. Lárva. A dobd oda valahova, a madarak megeszik. Annyira születik. Nagyon finom te, Radi, ez nagyon finom ez a sör. Mit néztél? Na. Finom a sör? Finom, igen, igen, finom. Finom a sör, nagyon finom. Ez nagyon jó. Kellemesen, így. Van alkoholosban is ilyen, meg van ez alkoholmentes. Látom, de nagyon jó. Now you can get what you want, but I need what I need. Now let me tell you, you like a light before I proceed. I'ma show you where to put it at. BCD on me, yeah, I thought I saw a pussy. Honey. Még ez jobb is a növényeknek, mi? Persze. Van tápértéke legalább.
Hát ez nem fogy ki a Duna víz. Mindjárt segítek. Beszorul a levegő, és akkor nehezebben megy. Azt mondja, hogy ez is egy karalábé akar lenni. Ez is egy karalábé. Paprika. Meg a paradicsom. Sajnos a napraforgóval semmi hír, viszont a kukorica, mint látható, egész szépen jövögetnek ki a kis szárak. Így néz, ez is mint kukorica. Ez is kukorica. Ez is kukorica. És itt végig látható, hogy a kukorica szépen elkezdett kibújni. Íme. Ilyen most a kukorica. A káposzta. Ott még nem igazán akar történni semmi, bár nem tudom, ezek közül van-e valami olyan, ami káposzta, de itt semmi. Semmi nem látszik még. Igaz, hogy ez még csak egy nem olyan régen lett elültetve. Ez a tojásgyümölcs, vagyis a Winnetou. Itt sem látok még igazából semmi
életed vár itt, mint hogyha valami bújna ki, csak fele tudja, hogy mi az. No, a többi részen ott nem nagyon történik semmi. Tehát ott azt hiszem, hogy krumpli van a fa alatt, illetve itt is a kukorica az szépen elkezdett kibújni, mint látható az a kis zöld. Ott középen, meg itt is van egy az árnyék mellett. Ez itt a másik terület. Itt van a krumpli, ha minden igaz. Még a krumpliból sem látszik semmi. Illetve ide a szélére tök került, de még a tökből sem nagyon látni, hogy bármi előbújt volna. Itt van a másik terület, ami, ha jól számolom, pontosan 2,5 héttel ezelőtt került elültetésre, mert most van szerda, május 16-a, ez pedig nem a mostani, nem az azt megelőző, hanem az azt megelőző hétvégén. Tehát 1,5 héttel ezelőtt lettek itt elültetve a dolgok. Itt a szélén, ez nem tudom, hogy mi, de mint látható, itt már elkezdett kibújni többféle dolog is. Ha minden igaz, ez talán zöld borsó lehet. Nem tudom, ide az elejére mi lett ültetve. Mutatom közelebbről is. Látható, hogy egész szépen bújik ki a zöld borsó, vagy ami ide lett ültetve. Íme. Egész szépen. Tegnap este meg lett locsolva. És itt sorba jönnek ki a kis levél. Sárga répa az egyelőre nem tudom, hogy milyen, de megmondom őszintén, hogy itt is látok ilyen picuri leveleket, amik mintha bújnának ki. Meg itt is talán ez a sárga répa lehet, valamelyik része. Az biztos, hogy azok a hosszabbak, azok hű. Ezt majd ki kell szedni, de elég sok az egyforma levélke, amelyik gyanúsan olyan, mint hogyha sárga répa. Lehet, hogy ez sárga répa? Vagy ez itt? Majd kiderül. Ez itt a petrezselyem területe. Ilyen most. Itt sem látok még különösebben változást. Nem tudom, hogy mi az, amit látni kellene. Úgyhogy ez szakavatottabb szem, az jobban meg tudja mondani. Ez a zeller. Itt is úgy látom, hogy elsősorban talán a füvek kezdenek kijönni, amiket majd ki kell szedegetni, mert olyasmit, ami... Sőt, sárga répa van itt is, ha minden igaz. Igen, a felirat szerint sárga répának kéne itt majd kibújnia. Egyelőre nem látok semmit. Azt mondja, uborka. Ez már itt az uborka. Ez itt talán már az uborkának a zöld levelei jönnek ki. Itt ezt meg is mutatom közelről, hogy be lehessen azonosítani. Uborka. Uborka, ha minden igaz. Ott is. Ha minden igaz, akkor az uborka. Illetve az a nagy zöld, az nem tudom mi. Az biztos, hogy az uborka az már mint hogyha bújna ki. Megyünk át a zöld babra. Itt ezen a részen ilyeneket látok.
ott meg olyat látok. Sőt, ugye ez másfél héttel, illetve kettő és fél héttel ezelőtt lett elültetve. Itt minthogyha a zöld baba az már életerőre kelne, és minthogyha bújna ki. Ez pedig itt, ha minden igaz, akkor ebben a két sorban hagyma van, és első látásra még annyira nem látszik, viszont hogyha jobban közelebb jövünk, akkor látható, hogy a hagyma is ott is, illetve ott is, ott is elkezdett kibújni, ahol a leglátványosabb az talán itt a hagyma, itt is a kis hagymácska, meg ott is kezd kibújni a földből kettő és fél héttel ezelőtti ültetés. Ez pedig itt már az eper akar lenni. Ugye itt volt olyan, ami eredetileg itt volt, és szintén van olyan, ami palántáról lett ültetve kettő és fél héttel ezelőtt. Az látható, hogy virágzik szépen, illetve már van egy-két termés is. Ezt mindjárt meg fogom mutatni. Ez is tegnap szépen meg lett locsolva, és itt már látható, hogy a kis eprecske ott zölden ugyan még, de már kezd a termés kijönni, meg talán itt is látható már jobban, hogy az eper ott bizony-bizony elkezdett megjelenni. Úgyhogy ez az eper, még ott is van valahol, ott van bizony, ott is van az eper. Bújik ki a gyümölcs. Na, itt meg már egész nagyok vannak, szintén eper. Ez tavalyi, és ott látható egy egészen nagy szem a virág mellett. Úgyhogy ilyen tehát az eper, és akkor még egyszer megmutatjuk ezt a területet. Ez kettő és fél héttel ezelőtti ültetés. 2012. május 16-a van ma, tehát 14, meg 3.17, az április utolsó napja, május, igen, április 30-a környékén jártunk itt. Akkor ültettük. Hát nem egy fasz a helyen van? De. Azt fogjuk megszerezni a szavazat. Igen. Hát kár, hogy nem sikerült itt azt a... Hát, de nem baj. Hát. Meg lesz a köves út, nem érdekes, nem? Akkor nem. Másik oldala is jól nekünk. Buksi! Buksi! Jó van, Buksi! Na! Itt a ház. Szia, Petra! Mi van? Kapros, fokhagymás, salátaleves. Nyam-nyam-nyam. Tojáskát? És még mi jön bele? Nem tudom, hát a habarás. Habarás. Na, tegyen, ez válik le, ez ilyeneket. Ha hagyja az ágat, akkor szedem én.
Sajnálom, régen ezt sem ilyen. De nálunk sötét. Itt a katta, érzed? Milyen elemen? Ott a katta. Hozzák a tálat. Gyere, föl tündik. De enged, hogy föl tudjak menni? Aha. Hogy csináljak? Álljok itt. Gabi, itt vagy? Itt vagyok. Hozzá még egy ilyen, ha tudsz. Mert akkor áttesszük még oda, hogy a tündi arra is elvizet. Húsz kiló vagyok. Nem olyan gyenge, engem nem bírnak. Hát mindegy, legyobolni, nem kell ezt, hogy gyerek. Ez a házikunk teteje. Ott a Piszkei lakótelep, mögötte a Duna. Mögötte a Duna és mögötte Felvidék. Az ott sütő. És itt mögött a Duna, ami most nem látszik. Ez a Piszkei lakótelep. Mögötte a Duna. Ott is látszik a Duna. Itt pedig ez a völgy, ahol vannak a házikók. Na kérem szépen, 2012. június 3-a, a nyár 3. napja. Ott retek van fölül, retek, borsó és a bal oldalon egy virágsor, itt középen. Ott borsó meg virág, és itt alul borsó. No, itt ez a dinnye, ez nem annyira. Kis dinnye, az nem annyira akar kijönni. Itt a szélén virág van, igaz? Ezt nem tudjuk, mi ez a nagy, de jó nagy. Nem tudom, mi az. A virág lesz. Lehet, hogy nem virág. Reméljük, hogy valami szép, vagy finom, vagy egyik se. Ez itt a virág végig. Azt tudom. És ez meg a kukoricánk itt. Ami 2,5 hete, az még nem így nézett ki. Mi is ez? Karfiol? Nem, az karalábé. Az is szépen jön ki. Karalábé. Ez itt mellette paprika, ha minden igaz. Igaz? Ez a paprika. Paradicsom is már akkora, mint egy ház. De komolyan, ez nagyon szép. Sőt, már egy-két szép nagy zöld paradicsom. Ez nagyon jó lesz, hogyha kész lesz. Illetve teremni fog. Nagyszerű. Régebben valami más volt ültetve, de sajnos az nem jött ki. Itt volt, ugye? Mi volt itt, baba, ami nem jött ki? Padlizsán az nem jött ki, de most ültettünk ide erős paprikát, meg még valamit.
fokhagymát, azt ide az alsóba, meg csombort, ami magyarul borsikafű, mert ugye nem mindenki tudja, hogy a csombor az borsikafű. Kukorica. Itt elvileg spenótnak kellene kijönni ebbe a sorba, de arról nem tudjuk, hogy mi hír. Íme az almafa. Már jönnek rajta szépen a gyümölcskék. Illetve ez egy, ha minden igaz, elfagyott cseresznyefa. Itt krumpli van elültetve. Van, ahol már ki is jött a krumpli. Íme a krumpli így néz ki. Ez pedig szintén alma. Almafa, így van. Már van rajta egy pár finoman pirosodó almácska. Ott a sárga barackunk. Az. Ez a sor, ez pedig tök. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, ha kijön, illetve mikor jön ki a többi. Itt a másik terület, itt az elején zöld borsó van, következő ágyász a sárgarépa, és itt tovább a többi. Itt már jönnek ki a zöld borsó. Így néz ki. Sárgarépa. Petrezselyem. Ez itt mind petrezselyem lesz, ha minden igaz. Sajnos az ellernek se híre, se hamba. Itt nem akar kijönni. Az pedig az uborka. Az pedig már szépen jövöget ki. Ezt úgy írja a papír, hogy bokorbab, de hát ez egyszerűen zöld bab. Ez így néz ki most, a zöld babunk. Így. Ez is szépen jön. A következő két ágyásban pedig hagyma van. Azok is szépen jövögetnek ki. Égni. Íme. Ez pedig az eper. Erről már pár szemet leszettünk ma, ami megérett. De még jövögetnek ki a kis szemecskék, mint itt látható. Íme. Az eper van, amelyik már pirosodik, van, amelyik még zöld. Úgyhogy ez is alakul. Ez itt a másik oldal. Zöld borsó van. Mikor lett ez? Egy hete ültetve? Egy hete. Egy hete lett ültetve. És íme. Már szépen jövöget ki. Ide mit ültettetek? Ja, most jön a... Karfiol. Karfiol. Oda... De... Kapor. Kapor. Oda ültetődik a kapor. Meg mi az? Kapor. Csombor. Meg csombor. Borsikafű. Ebbe a két gumiba pedig 4-4 szem krumpli lett elültetve. Ország Józsefnek a módszere alapján próbáljuk majd ki. Igaz, hogy ez a föld ez nem a legideálisabb, mert jobb lenne egy picit feketébb föld ehhez a történethez. De van benne trágya, mind a 4 szemnél, az alján is, meg a tetején is. És majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagyon nagy, és ez úgy lesz megcsinálva. Itt lesz egy beugró, így, és itt lesz egy előtt, egy terasz. Aha. Egy terasz, hogyha esik az eső, akkor nem kell bemenni a házba, hanem itt előttér, és akkor arra fele lejt a falatető, így. Aha. És ja, itt beton van, ugye? Igen. Arra jön a raklap. Igen. És azt Róka mondta, hogy földdel töltsük be, és ez meleg lesz alulról. De lesz így keresztbe azok a izék. A... Keresztlécek vagy mi? Igen, igen, hogy föl tudjanak. Aha. Szeretnek fölmenni. És körbe meg végig be lesz izélve. Körbe teljesen be lesz mondva. Aha.
És még azon fölül, hogy a beton mellett van, itt még a kívülről körbeöntjük még betonnal. Hát ilyen... Mondjad? Hát itt meg... Csináljuk. Itt pedig mondtam, hogy így a szegénynek le lesz téve a betonoszlop. Hát mehet akár. Milyen hossza lehet végig itt. Aha, és akkor itt fognak csicseregni itt, meg. Igen. És akkor ez teljesen be lesz fedve. Ja, hogy a tetejét befeded? Tetej, hát persze, mert a sas jön, azt elviszi. És milyen magasan akarod befedni? Hát az 1,50. Hát 1,50, vagy 100. Hát majd lehet, hogy végig ráteszek. Mert 160. A dinnye. Dinnye. Az nagyon jó kijött. Most nézd meg a karolávét mekkora. Aha. Paprika is tök jó. És nézd mekkora paradicsom van. Kukorica. Paprikám már jönnek, ott vannak, látod? Aha. Ott a paradicsom. Paprika. És ott van, nézd meg akkor. Paradicsom, mindjárt fölmegyek. Hát de itt végig van egyébként. Uh-huh. Ott is nézd meg akkor. Ez meg ez mi? Ez hosszúkás. Ezt ültettük múltkor, nem? Igen. Ez a... Igen. Igen. Na, ott is bevetettük. Képest. Ezek itt nem jöttek ki, vagy mi történt? A fokhagyma az nem akar. Teszünk mellé. Teszünk mellé azt a hagymát, amit hoztál. Ezt most vetettek két a cékla. És itt mi van? Cékla. Ja, cékla. A palántát látod. Az borsó. Az a lila, az a... Aha. Cékla meg még borsó. Háromszor lesz termék. Aha. Négyszer lesz. Ott a kumpli, meg a tök. Igen. De most én kikapáltam, én olyan kumplit esni. Mert ott ez szabad terület. És így kijött. Aha. Igen, ott is, látod? De azt a nagyot nézd meg, azt a nagy paradicsomot. Ja. Ez akkora, mint egy ízé. És két fajta. Micsoda? A kerek, ez meg hosszú. Hát többfélét hoztunk. Legalább háromféle paradicsomot hoztunk. Jaj, jó. Ott is mekkora nézni. A virágot helyének mind rengeteg lesz rajta. És az magról lett, tudod? Igen. És szereti azt a helyet. Tök. Megkrumpli. Nem láttam a dinnyét, de látom a paprikák milyen szépek. Paradicsomok is, de nézd meg a kis dinnyét, nagyon cuki. Hol van? Nagyon meleg van. Nagyon szép ez a virág. Látod, kis dinnye? Ott. Pici dinnye. Dinnye? Aha. Meg ott a virágok, ahol vannak, mind lesz. Hát ez mikorra sok nőnek? Sok paprika van. Paradicsom. Gyönyörű szép, mi? Igen. Mekkora nagy. Jövő. Ez az uborka, Rabi. Látom. Vannak, ilyen nagyok vannak már rajta. Hol is van? Nézd csak, Rabi. Ott is van, van. Uh-huh. A zöld bab, nézd meg, abból már lehet szedni. Uh-huh. A zöld babból ott van. Aha. Na, mióta jöttetek már? Van termés. Hát én másfél hete voltam itt. Akkor még nem volt, mi?
Hagy Mingó, az nem nagyon jön. Az alul, mondták, tehát semmi baja nincsen. Csak alul izél, Robi. Aha. A fejen ő, a fejen. Trabantot jól szétszedted. Ezt tudod, mi lesz a dolgunk? Na, aztán hogy ott akarod valamit csinálni. Ide elhúzzuk, fölteszik a dombod alatt, van két fa, és fölteszik a tetőre. Jó. A szülkével úgy tettük a másik felét föl, mert hétfő reggel viszem a vas telepre. Aha. Az egészet. Szépen szétve. Aha. Rajta volt a másik fele. Csúcsosan, föl volt támolva. A telefonom, ezt nem akartam üzelni, mondta az oka belőle, de jaj, bocsánat. Petre, zsejjem! Igen. Az jó, a nagy létre törjét. Rengeteg barackó. Ugye? Alma is. Valahol sok van. Ezen kevés van, de... Baj, az is ez mi is? Ez... Az. Ha? Ez kumpli. Ez kumpli? Ott a tök. Nem. És ott a tök. Igen. Ez már a sokkal ültette az új kumpli. Aha. Ez már, amit ő már ültetett, ez az új kumpli. Aha. Nagyon jó. Akkor itt megint borsó van. Itt cékla van, akkor itt amit a, nem tudom, ezek a fűszerek, amit kihoztak. Igen, igen. Mind a kettő az a fűszer növény. Igen, és azok is jönnek, szépen megálltak, jól van. Igen, megálltak. Tehát nem is tudom, hogy miket hoztak. Azt mondta, hogy őkkel most beválik egyedés, hogy jövőre csinálni. Hát ne viccelj, hogyha egy, most számoljunk csak nagyon alul, és legyen 40-50 kiló egy ilyenben. Akkor mitől ne csinálnál meg 10 ilyet, és kiveszed egész évre való krumplira? Ami nem érett. Sok olyan valami nincs teljesen. Harcsi bácsi, hallod? Na, oda kéne. De azért óvatosan, mert ez a létre így nem ennyire stabil. Tehát igen, így oldalra ne billenjél ki. Vannak a rohadt szemek, többi. Cuki. Pont a fejednél azon az ágon. Hát az csak egy kezem van. Egy kezed van? Szegény apukámnak egy keze van. Egy kezű vagy? Próbálom az ödlőt kiakasztani. Hát az. És akkor... Hát ott megérítettem a kukoricát. Aha. Nem. Mindjárt megnézem. De gondolom, még közte volt még egy. Igen. Még így is sűrűnek tűnik. Hány tő van? Nem számoltad? Huszonhárom van itt. Meg 10 mondjuk. 34. No. Jön a kísérletünk következő fázisa. Amikor is újabb gumikat teszünk a... De nem vágtad szét a gumit. Nem vágtam most szét. Majd meglátjuk, hogy... Ez hogy lesz, az a baj, hogy ez olyan fűrész kell, mert ebben fémszál is van, amit nem olyan egyszerűen szétvágni. És most ezt itt megtöltjük, nem teljesen, úgyhogy a zöld hajtás kimaradjon trágyával, hogy abban hát, ha jobban kedvet kap a növénykénk. Főd, ott van a szőnyeg alatt, Gabi. Ha kell föld, a szőnyeg alatt van. Nem kell föld, mert most ezt rakjuk ide be.
Jöhetsz egy picit közelem, csak az hát csak úgy akartam. Nem lóg bele? Nem. Hát azért, hogy bele tudjuk nézni. Hát csak látnám, hogy belelóg az ujjam, nem? Nem gondolod? De gondolom. És remélem. Még az is lehet, hogy ez a félbevágott krumpli, ami ott nem jön hajtott ki, még ebbe a földbe kedvet kap, és azt mondja, hogy ah, fene egye meg, én is kibújok. Ha már ilyen finom trágyát kaptam. Itt is ide is teszünk. Ebből egy részéből barackfekvár lesz, egy másik részéből pedig befőtt hibás részeket levágjuk róla. Így. Megmossuk. Ott a tűzhelyen már melegszik a víz, meg a cukor, cukrozott szirup. Az lesz, az kerül majd a befőtre. A másik fazékba pedig kerül majd a lekvár. És vélhetően jó sok üveg lesz, hiszen három ilyen láda barackot sikerült leszedni hétvégén. Még egy kicsit zöld, illetve vannak érettebbek, de vannak zöld részei. Úgyhogy majd a cukor az kiegyenlíti. De bízom benne, hogy nem lesz rossz a dolog. Életemben nem csináltam még ilyet. Ez lesz életem első baracklekvárja és barack befőtje. De majd meglátjuk, hogy milyenre sikeredik. Szerintem nagyon elrontani nem lehet. Na, ez már meg is telt, úgyhogy ezt lehet, hogy elő is kéne raknom főni, bár még ezt így pucolgatok. Nem tudom, mennyi lesz három láda. Rengeteg az a baj, hogy nincs annyi üvegünk, hogy ekkora mennyiséget elrakjunk. Majd meglátjuk. Szia, Petra kutya! Szia! Adjuk a dinnyéinket. Itt is egy.
Ez is egy jó nagy. Itt a sárga dinnye. Krumpli. Karolábé. Paprika. Sajnos a paradicsomot, valamelyiket megtámadta valami, és így az alja elkezdett feketedni. De szerencsére nem mindegyik ilyen, mert a többség azért egész jól el van. Igen. Ott is. Ott is. Kukorica sajnos, mint ahogy egy csomó helyen, nem bírta el a 40 fokos meleget, és a szára az ilyen érdekes módon, illetve nem is a szára, hanem a levele az elszáradt. A fűszer növények azok tökéletesen bírják itt a klímát. Ma volt eső is, meg tegnap is volt eső, úgyhogy ezek itt rendben vannak. Íme. Szóval ilyen a felső része. Úgyhogy alma is lesz bőven. Látható, hogy rengeteg alma van fönt a fán. Ezen csak egy pár szem van. Alakul a csirkehol. Ez pedig a csirkéknek a területen ez, de itt muszáj lesz fölül is befedni, mert sas, meg héja, meg mindenféle madár ide jön, azt elviszi a csirkéket. Ekkora területen lesz a dolog. Íme. Ez a lenti rész. Itt is most az esőtől egy picit magukhoz tértek a növények. Itt zöld borsó volt, de az már elmúlt, most babba a helyette. Petrezselyem, répa. Így néz ki a dolog. És amit ez gyakorlatilag itt a jobb oldalon látható oszlopig tart apámnak a telke, és ezt a részt innen a fától, így, ez a szomszédé volt, de most már ez körülbelül 700 négyzetméter egészen föl a ház mögé, ami most nem látszik, itt ezt a dzsumbújt ki kell majd írtani ősszel. Ezt megvettem tőle, ez be lesz szántva, be lesz trágyázva, és jövőre itt is elindítjuk majd a termelést. Még? Nem visztek zöld borsot? Itt van, tele van. Az még nem jó. Ez még nem jó? Hát nincs benne. A zöld bab is még lehet. Jaj, ne tippen. Mi ez? Az a zöld borsó. Hát te hozd fel, hát most mit nyújtom? Na, ez a pámtelke, és a mellette lévő terület az, ami megvételre kerül, és ki lesz egyengetve. Hát abban van, de csodában nincs. Itt a ház, és itt a kert. Az egy másik, az egy másik. Hát én is a másik, az másik, nem akart beengedni.
Na, aradjál már! Mit felízélsz, legyezed a legyeket te? Jó leves lesz, látom. Csak, hát nem megjönni, csak egy jó úgy, hogy ilyen izé van. Édes? Édes. De fontos. Jó leves. Édes. Tényleg az. Ugye? Én is kérek. Ez igen. Akkor levisszük a másik felé cíteni. Jó. Igen. Hogy alszanak? Jági csomagathatod, odaenged a kocsak. Odaenged, nem? Annyit hozz ő? Á, de még nem, hát meg nem lehetne, de nem eszak, még ők nem lábad. Nagyon kicsik van. Kicsi babák. Szoktak meg hülyeség. Hát honnan szedte össze a Petra? Jaj, de babák. Azt is ő veszett, hogy simogassa. Hollósi kutyája biztos bele. Hol vagytok? Elő volt szoptatni, mert adtam neki kaját, és akkor följött ide. Na, lehet látni, hogy melyik az élénkebb, meg melyik a életre való. Ez fiú. Ő is lány. Az is már. Nem tudom, hogy mi. Akkor még ezt nem tudom. Majd mindjárt megfordítsuk. Ő is. Ez is fiú. Fiúcska. Két fiú, két lány. Két fiú, két lány. Jó összehozták. Hogy nyújtózkodjuk mi?
Nagyon édesek vagytok. Kis babák. Kis lakarcsok. Két fiú, két lány. Na most ez volt a lány, nem? Nem, ő fiú. Nem fiú. Ez fiú. Ő a lány, meg ő. Ez ők kettő. Lány, meg ez. Igen, ők meg és fiú. És ez meg ez a kettő. Akkor ezt a kettőt meghagyom, azt a kettőt elpatarolom valahova. Valakinek odaadom. Hát meglátjuk, hogy hogy lesz, ha úgy van, akkor... Na, augusztus 19, a kemence építésének első lépcsőfoka. Azt kell meg a Gabira mérni, így. Most mérni. És ezt kiszámolni, hogy mennyit érnek le. Azt ki tudjuk. Hogy ezek hova nőnek, mi lesz ebből? Ez mi? Pillangóvirág. Ja, pillangóvirág. Az mind virág itt? Igen, na mind azok a zöldek. Az is. Csabó! Jaj, mi azon is? Azt se szárasztál. Az ilyen széles korcány dolgok. Hát igen, sajnos a paprika. Nem, te tönkre ment. Meg a paradicsom. Még a paradicsom nem is annyira. De paprika azért van rajta ott, ilyen hegyesek. Van. A cékla? Tök is az árnyékos helyet kedveli, vagy? Hát igen, mintha. Megszöventük. Hol lesz az a túlkor is mondta? Túlkor belül még lesz egy fal. Ott lesz majd egy kis ajtó. Csipingók. A hagyma az kuka. Kell neki egy kis ablakocska? Az finom lesz. Miért
hogy ez is görög. Ez görög? Hát azt mondom. És az jó is lesz szerintem. Mire visszajövünk, lehűl. El vannak. Ugye? Kobog. Ez valószínű sárga. Ez görög, mert vannak itt csíkjai. Aha. Ez le fog ülni, mire jövünk. Ezek sárgák, azt tudom. Az is görög. Ott az elfonja. De ez szerintem sárga az ez. Az is görög. Ez sárga lett ez. Ez. Ez is csíkos kapeli. Igen? Meg ez is. Hát az görög. Jó, mehet fel. Elég hosszú a drót. Elég, csak a másik kesztyűm hiányzik meg. Na mindjárt felhozom a kesztyűdet. Még nem ért le. Azért. Most értem. Várjál, várjál, lemegyek innen. Füstkémnyelés szenvedtek. Nem hitták a kéményseprőt. Szintúra bodogszik. Micsoda? Hát arról nem tudok átmenni oda. Nem is kell. Még se fáztatok meg. Hát nem. Na de hát az... abból mi lett volna? Majdnem föl kell tettünk, mert ott elsüllyedt teljesen. Én ne fájd el gyújjámat, te! Picsuringó! De ez a kis muzika! Ide a szolgálja! Gyere ide, Anu! Gyere ide! Mit mondott a Sanyinek? Kicsom, azadhoz volt!
szereti a hazaszülit. Ottónak vigyünk el egyet. Jaj, de én csak a fajkutyákat szeret. Na, mit csinálsz? Állatod? Figyeld, kiköti a cipőmet. Aha. Mi szegény anya? Aha. Muki badom. De azt hiszem, ő molyog. De ő molyog. És jós vagy te. Jós vagy. Az vagy. Te akarsz a főnök lenni. Te akarsz a főnök lenni, igaz? Ilyenkor is harcolnak el. Ki a főnök? Bizony. Én megszopítsz a másiknak a kukuját. Ez itt egy cici. Igaz? Mi van? Az az termés? Hát ott lehet még valamennyi. Nincs krumplink. Egy. Szerintem azt ültetted el. Nem, az biztos, hogy megélt. Itt van, amit elültettem. Aha. És abból jött ki az. Hát ez későn lett, meg nem jól lett ez elültetve. Jövőre jobban csináljuk. Kíváncsi leszek majd a Gyulánál. Köbennel, hogy ott mi a helyzet. Nem lehet krumpli. Abba se volt? Nem. Nem tudom. Hogy? Nem tudom. Thank you.
pont azt annyi, ugye? Hogy somok meg innen. Aha. Na. Azt mondta, hogy agyagos homok ez. Vagy homok. Ezt mondta. Látod? Aha. Tehát, hogy az, hogyha följön az ember kalicsával, gombát. Hát azért mondom, hogy azért kocsival följönni azért. Terepjáról ugye ennek. Jöhetünk gombát ki. De itt nem lesz senki. Néha ilyen magános kutót szokott el. Na. Innen hordtuk a földet. Hogy legyere. Robi, én lementem oda, most nem kell lemenni. Jó, hogy ott vannak a fő ágok, ha? Nem az. Ott a szik... Nagyon szeret kijönni. Hú. Imádja, ha kint van. Na, úgy illatok. Az erdőre mindig kijön. Nem tud ugrani. És hát én nagyon ügyes kisüska vagy. Igen. Meg. Ott... Ilyenek van. Itt a másik jel. Erre. Nézd meg. Tehát ezt az elhoz jutott neki. Na itt már nem tud látni, hogy ki van. Itt valami, itt leíkották, ez így van. Aha. Itt még egész széles van. Majd lejött utána. Vigyázz nekem, nagy belső. Itt voltam én már, mert itt nem olyan létes. És ott jön ki a izéből. Mi van te, puti? Tetsz. Tehely. Itt voltunk már, igaz? Ugye? Mennék jönni utána. Most nem akarok menni. Na, tetszünk minket is. Hát persze. Jönne velünk is bárhova. Igaz, Petra? Petra. Petra. Hogy hívnak téged? Most már téged a patakon. Na. Ja, azt nem is mondtam neked, hogy ott szembe velünk. Itt van valahol a víztáj.